Mint az közismert, Dél-Szlovákia településeinek vasútállomásairól teljesen hiányoznak a kétnyelvű feliratok, a magyar nyelvű tájékoztatás. A magyar lakta településeken összesen 124 vasútállomás és megállóhely található, melyeken a törvény értelmében el lehetne helyezni a települések magyar neveit, és a többnyelvű tájékoztatás sem tiltja semmi. Ezzel szemben például a 75%-ban magyarok által lakott Párkányban a menetrendek fejlécei a szlovák mellett szerepelnek angol és német nyelven is, és a nemzetközi vonatok érkezését és indulását is a hangos beszélőből hallhatjuk ezeken az idegen nyelveken. Csupán a helyi közösség anyanyelve a magyar nyelv kerül mellőzésre. A RegioJet vonatindítását megelőzően épp ezért a szlovákiai magyarok kerekasztalának elemző központja levélben fordult a csehországi céghez, melyben kértük az állomások kétnyelvűsítését. Érvelésünket demográfiai és földrajzi adatokkal is alátámasztottuk, továbbá külföldi példákkal demonstráltuk a vasúti kétnyelvűség általánosan elterjedt voltát. Ez ugyanis a nyugati országok mellett a szomszédos Csehországban, ahonnan egyébként ez a cég is származik, de a balkáni államokban is probléma nélkül megvalósul. Bár a cég kezdetben elutasító volt a helynevekkel kapcsolatban, végül mind a négy hozzájuk tartozó várakozó épület falán, tehát Kis- és Nagypakán, Szent Mihályfán és Nagyabonyban is megjelentek a települések magyar nevei. Bár még bőven van hová fejlődni, hisz a reklámfelületek továbbra is egynyelvűek, elmondható, hogy megjelent az első fecske. A civil szektor után most a versenyszférát képviselő Cseh Vasúttársaság is megtette a kezdeti lépéseket, a sor tehát az állami szlovák vasúttársaságon van, mely a többi állomás és megállóhely fenntartója, és mely állami vállalatként az adófizetőket kell, hogy szolgálja.